A Yaris is japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Ez itt a Gonosz Swift második évada. A fordított kormányt megtartottuk, de vittünk bele egy kis extrát is. Így van, ezt az autót már ketten fogják vezetni, automataváltós, és a pedálokat áttettük az utas oldalra, viszont a két pedált is felcseréltük. Ismét előre vettük fel az egész évadot, tehát a vendégek nem tudják, hogy mire számíthatnak. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és kezdünk is! A Gonosz Swift mai vendégei Karamalics Anna és Bazsó Gábor Karotta. Üdvözöllek titeket, és nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, azért ez nem volt egyszerű leszervezni. De nem a mi hibánkból, Nem. A második visszakozás az tőlem származott. Igen. Igen, de nekünk is lett volna okunk visszakozni, mert hát egyfajta aggodalmat érzünk azok után, hogy volt egy könnyű pályabejárásunk már az imént, még csak gyalog. Nem kell semmitől aggódni, itt a műsor célja az, hogy mindenki jól érezze magát, de főleg a nézők. Anna, először inkább tőled kérdeznék, mert ugye te vagy ritkábban képernyőn, de ugye voltak elég markáns megjelenései Karotta csatornáján, hogy amikor megcsináltátok a házi mutatót. Igen. Hogy te ezt ilyenkor hogy éled meg, hogy így kvázi az internet népét így beengeded a lakóhelyedre? Mert tudom, hogy Gábornak ez valamilyen szinten természetes, hiszen 20 éve ezt csinálja, de hogy neked ezzel nem voltak mondjuk rossz érzéseid, ellenérzéseid? Ugye igazából úgy indítottunk, hogy a közlönyöket csináltuk együtt, és olyankor ugye alapvetően ezt én csak felvettem és vágtam az csak elején. Csak felvettem és vágtam, tehát a munka 90%-át. Hát, nem a munka 90%-a, az az időszak, amíg ráveszem a Karottát, hogy megjelenjen a kamera előtt. Aztán a maradék 9, az a vágás meg a felvétel, és akkor... Anna számára egyértelműen a legnagyobb kihívást azt jelentette ebben az időszakban, és a kapcsolatunk egyben legnagyobb kihívása is volt talán, hogy el kellett tűrnie azokat a hosszú-hosszú órákat, néha napokat, amikor én ültem a számítógépem előtt azzal, hogy mindjárt fölállok és elkezdhetjük fölvenni, csak még utoljára azt meg szeretném nézni, hogy... Amikor azt mondja, hosszú órákat, néha napokat, azt úgy érti, hogy mindig napok voltak. Ha 4 napos hétvégénk volt fölvenni, akkor az utolsó nap 10 órakor álltunk neki. És addigra viszont már nyilván 3x40 percnyi beszélés szorult a Karottába. Tehát, hogy ilyen, ez egy inkább egy ilyen organikus folyamat volt. A Pató Pál úr megregulázásán túl neked így a vágás, az valamilyen intuitív magad által tanult? Vagy tudom, hogy neked vannak ilyen művészi, a grafikus tervezés és hasonlók, de hogy a vágás, az ezen felül autodidakta módon, vagy neked az korábban esetleg valamilyen szakmád volt? Nem, ez egy teljesen véletlen volt valójában. Tehát annyira régóta forgatta a Karotta ezt a gondolatot arra, hogy kéne egy ilyen YouTube sorozat, és aztán azért cserébe, hogy segített a Vinomra új ülést szerezni, azt mondta, ami egyébként végül nem ő segített, de a szerelőt te szereztem. Igen, és akkor szakadt volt az ülése, ezért ha megázott, akkor utána örökké átvizesedett visszafelé, mert ugye átázott a szivacs, és azért cserébe, hogy segített ezt megoldani, amit aztán egyébként végül nem, de most ez a része mindegy, de megoldódott. Azért cserébe azt mondtam, hogy akkor én megvágom az első közlönyt, és teljesen véle. Én akkor láttam először vágó szoftvert, szerintem, és egyszerűen csak kiderült, hogy egyrészt nagyon szeretem is csinálni, meg hogy végül nagyon, nem tudom, voltak, amikor elkezdtünk olyan anyagokat vágni, amiben itt több kreativitást lehetett rakni. Szerintem az Aldis ilyen házi barkácsolós videóink voltak az első ilyenek, amiben azért több szabadság volt, és akkor így meglett, hogy ez igazából ez nagyon jó. És úgy tűnt, hogy az embereknek is tetszik, de az igazság, hogy én egyszerűen csak rettenetesen élvezem azt, amikor lehet vágni. Engem mindig azzal kábítottak, hogy a vágóprogram az olyan, mint a Word, hogy 5 billentyűt kell tudnod az alapfunkciók használatát. IOX. Az alapfunkciókhoz 5-öt, és akkor egy kicsit bővebben 500-at. Igen. Az a nagyon jó hasonlat, tudod, hogy amikor így nem az, hogy belépsz a stadionba, csak így benyitod az ajtót, és látod, hogy 8 millió ember van benne, ez egy olyasmi világ lehet. Nekem minden esetre nagyon egyszerűen nagyon szórakoztató és megalázó volt, hogy az Annának úgy alapvetően én mutattam meg ezt, hiszen mire ezt csináltuk, addigra én mit tudom én 18-20 éve azért többé-kevésbé hol tévézgettem, ugye, hol interneteztem, és én viszonylag sokat vágtam abban az értelemben, hogy az anyagaim jelentős részét én előszerkesztettem. Tehát nem miattam lett végig jó ritmosú, meg szép, meg ilyenek, igen, de az, hogy így kb. Összeraktam az első 11 néhány évben, és aztán annyira menő kollégáim lettek, hogy már az se kellett.
de ezért nekem arra az öt gombra, arra nagyon gyorsan rááll az ujjam, és így, ha nem látod, mit csinálok, hanem csak így hallod, hogy akkor olyan, mint a tökre értenék hozzá. De nagyon könnyű imitálni a munkát. Így van. Így van. Csak ezért kell fülhallgató, meredszem, nagyon kattogós, mechanikus billentyűzetet vásárolni. Erről mindenki sem. Erről mi is nagyon sokat tudnánk vásárolni, de nem fogunk. Borzasztó, borzasztó. Tehát tényleg olyan, mint egy idő után, hogyha a falat vernék a hátad mögött kalapács. Mi hozzáépítettük a házunkat most erre. Igen, ennek egy a kedvéért építettünk falakat. A hangos billentyűzetnek? Hát a hálószobák lettek a szeparált szobák ahhoz, hogy lehessen élni a mechanikus billentyűzet szenvedélyen. De igen. Már így emlegetted ezt a 10-20 évet. Azért, hogy mondjam, az autózás egy olyan dolog, ami mondjuk azt, hogy végtelen, de az, amit a publikumnak el tudsz belőle adni érdekesen, annak úgy azért van vége, mert már most itt az elektrifikáció, látunk benne nagyon sok új, izgalmas, érdekes trendet, megoldást, vagy általában csak ilyen szociális hatást, de hogy érezted már azt, hogy meguntad? Az autózást magát? Nem az autózás, a foglalkozást. Az örömcélú autózás, akár amikor a családdal elmész, akár amikor magad céljára elmész autózni, szerintem nem megunható, hiszen egy univerzális élmény. De magát az autóval való foglalkozást. Nem, de pontosan azért nem, amit te is mondasz, hogy mert igazából a munkánk jelentős részében valójában annyiban nem az autóval foglalkozunk, hogyha az ember állandóan kizárólag nyomatékgörbéket nézeget, meg szerepösszenyításokat tanulmányoz, meg gyártástechnológiát, vagy nem tudom, és mindig csak ugyanazokat a dolgokat, vagy mindig árlistákat, meg felszereltségeket, meg piaci elemzéseket, akkor az egy idő után lapátolás és unalmas. De közben meg az történik, hogy az autózásban tényleg minden benne van. Tehát, hogy olyan, hogy így el lehet kezdeni kifelé nézegetni dolgokat, és akkor az összes tudomány ágtól kezdve a közgazdaságtanon át a művészetekig végtelen mennyiségű dolog van, és ezért valójában nem ugyanazzal foglalkozik az ember, hanem állandóan sok különböző dologgal, és szerintem nekünk extrán könnyebbséget jelent, téged is idejétve nyilván, hogyha ebből tartalmat kell csinálni, mert akkor kénytelen vagy azon is gondolkodni, hogy jó, de igazából mitől lesz ez másnak érdekes, és attól jobb hiány nekünk is érdekes, mert kénytelen vagy gondolkodni, hogy oké, most akkor tehát ha más nem, akkor attól lesz érdekes, hogy segre esel egy banánhéjon az autó mellett, és akkor Renault Fluence mellett sajtot kóstolni. Igen, hát igen, ilyenek. Karotta a Swiftes gyökereit ismerem, mert egyszer ilyen önkéntes celibátus fogadtál, és beültél egy szalonúj olcsó Swiftbe. Így még van. Egy ilyenbe. Így vezekeltem életem azt első nagyon rossz használt autójáért. Egy Saab. Igen. Azt viszont tudom, Anna, hogy neked többek közt a Fiat 500 is közel áll a szívedhez, hogy az NDMX-5-re is mondtad, hogy hú, hát azért az nagyon frankó lenne, de hogy a te autós egyetfejlődésed az most hogy alakult, hol tart? Élvezeti célú autós vagy, vagy ilyen A-ból B-be jutós autós? Erre nehéz válaszolni, mert valójában az én álmaim bizonyos értelemben most nem régennek kapcsán egy kicsit kiteljesedtek, ugye nagyon praktikátlannak ítéltük az MX-5-öt a jelenlegi háztartásba, de nekem lett most egy 2007-es mini kabrióm, úgyhogy egy nagyon jó pofok is én azóta szignifikánsan jobban élvezem a bölcsis utazásokat, már mint amikor egyedül vagyok, mert amikor a Leo benne ül, akkor nem húzhatom le a tetejét. Azt hittem a kézifejeket. Az egyébként, az milyen igazságtalan a sorstól, hogy vettünk egy olyan autót, ami... Tehát egyszerre történt az, hogy alapvetően egy kis elektromos autót kerestünk, mert parkolási övezetben lakunk most már, meg amúgy is ugye én hiszek ebben a dologban. Tudatosak voltunk. És tudatosak voltunk, és nagyon alaposan utána néztünk, és ki is próbáltunk egy többet. Legalább három különböző igen. Pici elektromos autó. Fiat 500 elektromos változatát kipróbáltunk, Leafet, meg a... Jó 6 perces Leaf. Hogy hívják? Igen, nagyon jó. Zoe. Meg Zoe-t, és kiderült, hogy a Zoe az Zoe-t felel meg a legjobban. Szerettük volna a legjobban. De aztán egy ponton küldtem az Annának egy hirdetést, egy nagyon szép 2007-es mini kabrióra. És ezzel párhuzamosan kiderült, hogy elköltözik a bölcsi egy olyan helyre, ahol nem kell fizetni a parkolásért. Viszont a budai hegyeken keresztül így kell menni, mert... Szép juhászni, fenyőgyöngye, ilyen? Ha nem is annyira, de azért elég jó, kacskaringós, kellemes utakon. Úgyhogy minden fantasztikusan adta magát, majd kiderült, hogy egy gyermekünk... Már akkor sikító frászt kap, hogyha elindul az Anna újja a tető nyitó gomb felé. Ez később még változhat. Ne húzd le! Ez később még változhat. Hú, remélem. Láttátok a pályát? Itt van a remek céleszköz. Igen. Mik a szándékok? Mire számítotok? Milyen időeredményre hajtotok? Itt a legjobbak azért megoldják egy perc körül. Én mélyen belül tudom, hogy valami itt nem lesz rendben.
csak nem tudom még, hogy micsoda. Tehát tök egyértelmű, hogy ez egy belülről fantasztikusan gyárias benyomást keltő Swift, de nyilván az van, hogyha ebbe csak úgy beülnénk, és így azt csinálná, amit szeretnénk, és így végigmennénk egyből, az túlságosan egyszerű lenne, úgyhogy én egyelőre egyfajta jeges rémülettel vegyes kíváncsiság. Na, ez nagyon jó, nekem a kíváncsiság az egyelőre kevésbé jelentkezik, én néma pánikban vagyok, mióta megérkeztünk, de... Miért vagyunk ketten? Kezdjük ott. Mert az autókezelő szervei megosztottuk, tehát valakinek jut. Ez és az a feladatból. Ó, tehát nem azért nem láttam pedálokat a pedáltérben, mert ott sötét van, és nem tudtam kiexponálni a tekintetemmel, hanem mert ott nincsenek. Igen, úgyhogy elsőre azt mondtam, hogyha eldöntenétek, hogy ki fog kormányozni, ki fog pedálozni, és utána nyugodtan cserélhettek is, az viszont nagyon fontos. Mert mint mikor tudunk cserélni? Három keretek van, ja. A legjobbat értékeljük. A lényeg az, hogy aki a pedálokat kezeli, az kezeli a sebességváltót, L-ben haladunk, ló fokozatban, lóbelt, aki a kormányt kezeli, az kezeli a kéziféket. Kormány és de mit kell csinálni a sebességváltóval? Sebességváltó. Hát ugye egy ponton rükkverzbe kell tenni az autót. Ja, értem, értem, értem. Egy pillanatra benyúlhatok a kormánykerék? Nem. Ez. Nem? Azt mondanám, hogy inkább foglaljátok el az ülőhelyeteket, ahogy gondoljátok. Úgy ülsz be, hogy eléred a pedálokat a vezetőülésből. Nem, ott egy képzeletbeli fal van, ami nem szabad átnyúlni, mondom. Anna, te kezeled, hogyha a pedálokat kezeled, akkor te kezeled a váltót, karotta tiéd a kormány és a kézifék. Mm-hmm. De kormányozhat akár Anna is. Én azt mondom, én felajánlanám Annának a lehetőséget, nem, hogy melyiket nem, szeretné. Nem, mert az van, közül. Hogy a te szakmai múltadra tekintettem, én úgy gondolom, hogy egy informáltabb döntést tudsz hozni nálam. De meg lett fogalmazva. Mint egy HR beszélgetés. Az van, hogy ő vezet fejlesztő csapatokat a világ különböző pontjain, és nem én minden vezetői pozícióban szerintem. Az első körre szerintem mindenképpen ülj be a kormány mögé, aztán később cserél. A jó megoldás az az, hogy szerzünk még egy tapasztalt embert, és én beülök hátra. Ne, és te irányítod. És irányítom. És el kell már indulnunk? El fogunk indulni? Felkészültetek? Nem. Azt nem mondanám, de hát... Akkor, valami történhet. Vegyél egy L, és akkor... Ezt be kell tenni elbe, addig én fékezek. Ja, mert azt én vagyok a kézifék. Ja, váltó én vagyok. Igen, igen, igen. És akkor mi el is fogunk indulni? Igen, számolok. Elkészültetek? Igen. 3, 2, 1, rajt! Aha, jó. Eddig minden jó. Nagyon jól csinálod. Kiváló. Adok egy kicsi kegelzt, szekerdéssel, akkor nem, ha teljesen eltekered a... Igen, jó. Ah, jó, tudod mit, menjünk hátra, igazad. Adjatok neki egy rükit, mert nem fog elmenni. Jó. Jó, hogy ez egy N, nem egy R. Jó. Nagyon jó. Oké. Okay. Vissza. Oké, okay, mehetsz. Mehetünk, L. Mehet. Oké. Okay. Hopp. Várjál. Kicsit. Tolom vissza. Nem az én kormányzási képességeimhez. Mere, arra. Erre. Jó, mehetsz. Jó, arra néz, amerre menni akarsz. Ez a fontos, a szemeddel vezet. Ez nagyon nehéz. Igen, nem baj, jó vagyunk. Jó. Én érzem, hogy innen most... Ebben nincs szervókormány? Nem, megérezzük a... Ez az. Jó, várjál! Várjál, vérzik a gumi. Vérzik a gumi? Kilukasztottuk? Semmi gond! Egy polír kihozza! Nem lukasztottuk ki a hűtőt, mert vizes a gumi, csak kiborult. Olassatok kicsit, jövök. Egy gumi. Az ablakmosót tartjuk, azt ott ja, az nem gond. Lét fontosságú. Én azért nem mennék át előttünk keresztbe, ha rajtam. Ha én választhatnék. Mehetünk? Várjál. Szúrok egy elt. Tessék? Miért adták ezt, amikor megálltatok a fatövén? Ezt majd később elemezzük, de most megy az időnk, ne haragudj, ja, nem érünk rá. Ez valami pszichológiai hatás. Igen, ez egy csalás. Jó, most miattad lesz szar az időnk? Igen. Igen? Jó, nem megy nagyon gyorsan. Nem megyek gyorsan. Jó. Jó, és már... Igen. Még nem? Nem. Most. Amikor a hátsó kerék már szinte ott. Nagyon jó. Nagyon jó. Ide jól tolod.
tudtam én, hogy el fog jönni ez, amikor egyszer csak összeáll. Ja? De jó. Most közelebbünk az italhoz. Fékkészültségben vagyok. Jó? Jó. Ajjaj. Meg lesz. Mert mi fog? Várjál, nem, kötöm ki magam, mert az szabálytalan. Azt nem mondták. De nem mondták? Nem. Csak azt mondták, meg kérnek minket, hogy kössük be. Ja. Akkor kikötöm. De nem szállok ki. És amúgy is... Megvan. Jó. Mehetünk. Várjál. Kikerüljünk ki. Jó. Jó. Kormány. Megvan. Úgy de jó. Ez nem dőlt el. Minden jó. Menjünk előre egy kicsit? Hát, vagy inkább hátra, egyenes kormány. Azon hol van ez egyenes? Előre. Itt? Azt nem tudom. Mit csinálsz? Most a pedálok. Ja! Az a baj, tudod. Szar ez a kocsi. Azt mondták, 250-re vették és hibát. Ilyet árulna fésű videó. Keresztben vannak a dolgok. Jó, mit de miért menjek hátra? Nem tudom. Hát oda kéne letenni, jó. És ahhoz közelebb. De nem tudok kormányozni, nem megyünk. Nem? Ja, mert erre... Mit szeretnél elérni? Előre menjünk? Így. Nem, hát. Ja, én azt hittem hátra, nem tudom, mi van mögöttünk. Nincs visszapillantó. Igen, de nem van, várjál, akkor most. De ha nincs mögöttünk semmi, akkor menjünk még hátrébb. De én nem tudom, van-e. Azt én csinálom. Jó, oké, és most várjál, most jó. Így. Most eltekered ütközésig. Igen, tudom, a másik irányba. Na? Hüde jó lesz, hüde jó lesz. Megvan. Egy perc alatt? Nekünk is meg lesz 10 alatt szerintem. Visszakötöm magam. Csak a legjobb kör számít. Ja. Most betanulunk. Jó. Egy kis balhatással, és utána nyerünk. Mehetünk vissza? Aha. Hát megcsináltuk a feladatot. Jó. De jó. Jó. Ide jó. Most nézd, ott állnak, mintha nem kérnének semmiből. Igen, nem tudom, mire alapozzák ezt. Igen? Jó, nagyon jó, nagyon jó. Jó, nagyon jó, nagyon jó. Ez az. Oda megyünk vissza, jó lesz. Yes! Visszaállítottam. Igen? Tökéletes. Azt kell, hogy mondjam. A klíma nem működik igazán. Azt kell mondanom, Anti, igen? Hogy az az ember, aki 250 000 eladta nektek ezt az autót friss vizsgával, az átbaszott. Azt mondod? Ez valójában hibás, ez a gépkocsi. Lehet, hogy azért volt ilyen olcsó, nem? Hát. Mi régóta mondom, hogy nincs jó vétel. Ami jó vételnek tűnik, annak mindig valamilyen rejtett hibája lesz. Hát igen, egy kicsit meg lett igazítva a lökhárító, de... Na figyelj, drágám! Az még a kap volt. Azt szeretném mondani, hogy 5 perc 12 alatt értem a körbe. Nagyon jó. A rekord az 1:04. Jó, de várjál ebből az 5 percből, ebből legalább 2-t veled beszélgettünk el. Igen, de hogy van 4 hiba, ami miatt még 20 másodpercet hozzá kéne számolni, tehát ez egy 32-es kezdőidő. Nem kell megijedni. Tehát nem ijedtünk. Lesz... Én nyugtalanabb lennék a ti helyetekben, mint a sajátunkban. Másokkal már nem terveztek a mai napig. Még két csapat jön. Aha. Szeretnéd egy héttel hamarabb nézni a Gonosz Swift epizódokat? Gyere a Patreonra, támogass minket, és már most megnézheted a jövő heti részt. Az élet a komfortzónán túl kezdődik. Három, kettő, egy, rajt! Gyorsan? Miért? Csak viccből. Ja. Hogy dinamikus legyen. Jó. De nem, miért? Jó, várjál, nem jó felé jó, megyünk. Jó, mert arra felé, várjál, mehetsz. Készen állsz? Igen, de ne. Nagyon jó. Jó, nem bohockodom a nagy gázzal, csak a képeknek dolgoztam.
Már nem nincs hova szedni. Jó, jó, védj, mert szedheted vissza. Nagyon jó. Jó. Nagyon jó. Jó. Ugye jó. Nagyon jó. Igen. Igen. Jó, csak azért láttam meg, hogy legyen idő eltekerni a kormányt rendesen. Nem tudom ennél jobban, elfér. Elmegy, jó, tekerheted vissza. Ugye jó, ide jó, ide jó, figyelj el, idére, nagyon jó. Még tekert. Oké. Ez az, jó, jó lesz. Hopp! Megérkeztek a manábici feladathoz, sokkal közelebb most már nem kell kimászni karottának az autóból, és a tolatás is bízunk benne, hogy jobban fog sikerülni, mint az első körben. Na, és most tekerülünk másik irányba. Tekerem, csak nagyon, nem, nagyon nehezen tudom. Aha. Tudom. De jó. Jó. Jó, várjál. De jó, mehet előre. Ó, de nem tudom tekerni. Lassan indulj, meglátsz. Van, erre. Ha, mehetsz, mehetsz, mehetsz. Egy. Jó. Jó, oké. Jó, ha? Jó. Oké, mehetsz. Onnan? Ja, jó, oké. Kicsit életveszélyes lesz innen hazamenni, annyi van. Jó, pár. Én nem vagy egy kis rüki. Oké, mehetsz, csak visszaszedem. Én nem tudtam, már melőzélbe raktam őt. Jó, és jó. És így, már. Ide jó, és... Szép munka! Biztos, most vissza kell tolatni? Biztos, hogy nem vagyunk 3 perc alatt. Jó, hát ez ilyen. De a 2 mennyi? 3... Nem. 2... 25, 75 egy hibával, tehát ez egy 2.30, 75. Ez egy, mennyi, megfeleztük. Ez egy 100%-os javulás. Megfeleztük, ha még egyszer megfelezzük, akkor az már egy respektálható idő. Az a dobogon vagytok, ha még egyszer megfelezzük. Szükségtelen. Biztos nem akartok cserélni? Nem, mert akkor a... Az nagyon vicces lenne, de nem. Összezavar megint mindent, és csak még nagyobb kárt okozunk. Akkor kérlek álljatok be a rajtba, jó. Aztán felkészül. 3, 2, 1, rajt! Nem ez volt a feladat. Nem ez indulhatnánk? Esetleg egy, még egy rajt lehetőséget nem kaphatunk, hogy ne ússzon el már itt ezen a ponton a verseny. De téged ez szórakoztat, nem? Persze. Jó. Igen. Másik. Nem, a másik vagy. Valami nem jó a kormánymű körül egyébként szerintem. De nem, ez nem normális, hogy egyre nehéztek, de az a széle volt. Nem, szerintem ez attól, hogy neki mentünk. Ja. Vagy nem, akkor a kapék, még a kapék, hogy neki mentek, az azért. De rossz hangja van egyébként tényleg. Nem férünk el így, nem? De valami. Nem. Tekerd a másik irányba. Igen, az autó, szerintem is az autó. Az autó. Az autóban van a baj, szerintem is. Egyébként egyértelműen az autóban van a baj. Szakszerűtlenül javították, mehetünk? Mehetünk, aha. Ja. Ja, jó lesz? Jó van. Én nem szóltam, egy rossz szó se. Jó. Igen. Jó. Az a jó, hogy itt már ezt az elején nagyon elrontottuk, és ez igazából... Nincs stressz, ezt hívják jutalomjátéknak. Lenne, hogyha csak ilyen kurva nagy gázzal átmennénk az összes... Ezt már megcsináltuk az elején lényegében. Nem, ezeket. Ja, de várj, ahhoz tökre bonyolult, mert ezt be kell őket célhozni. Valami fölakadt? Nem tudom, de valami nagyon furán. Igen, itt a kormány körül szerintem ez igazából nem jó. De mindegy, nagy baj nem történhet. Nekem olyan izomlásom lesz volna. Az előző volt a csúcs. A gépéskedéstől. Igen. Nem, hát ez nem... Jaj. Kérlek. A másik irányba. Nagyon fárasztó tekerni. Hát nem mondták, hogy pihenni jövünk. Azért ajánlottak a gyümölcssalátát, hogy legyen egy kis szénhidrát. Tudod, akkor inkább valami mást kell. Jó lesz.
Nagyon szép! Ez egy gyönyörű érkezés. Nagyon jól csináltad. Tekerd. Hát igazából most már ez így jó. Ezzel se rossz szög. Ez nagyon jó, és akkor most készül. Arra. Igen. Mehetünk? Mehetsz rábbá, megjön. Épp csak megpuszíltuk. Azt is. Jó? Jó? Adok nagy gázokat, hogy a néző meglegyen, hogy dolgozunk. Fusson ki merre. Most jó, miért? Teked? Tekerem! Jó, ne felejt, hogy kívülről kerüljük. Jó. Kívülről? Külsőiben? Pontosan mit történik? Igen, és akkor tartsd is ott. Jó, és most vissza teker! A kapu nem hiba. Nem bója. Hibázunk. Nem volt szó. Nem bója, nem hordó. A legnagyobb tanulsága ennek az egésznek, amit nyilván ti már sokszor kifejtettetek. Azt hittem, hogy ne vegyük fel a telefont, hogyha se hívlak. Egyrészt igen, hogy soha többet. Ezentúl csak kijelzetlen számról hív, ha jót akarsz. Másrészt, hogy az autóvezetést tényleg azért tudja elvégezni az ember egy idő után. Ugye mindenki emlékszik, aki amikor elkezdünk vezetést tanulni, akkor így összeszorított seggel, kétségbe esett koncentrációval így csinálja az ember. És aztán 10 évvel később meg hamburgert teszik, veszekszik a feleségével, közben kurványázza a többieket, és mégis egész okén eljut a A-ból B-be. Mert hogy az egész átköltözik az agyból az ilyen zsigeri izommemóriákba, amiket viszont képtelenség egyik pillanatra másikra átváltani. Nagyon kemény. Igen. A túlnak a dobosát kéne egyszer elhívnotok, vagy valaki mást, aki így híresen kurva jól tud függetleníteni. És így... Bármi meg én, van. Én kerestem Dave Grohl, de nem válaszolt az üzeneteim. Mert kijelzetlen számról kell hívni. Számot kell hívni. Mondom. Elmondom a legjobb időtöket. Ami a második körötök volt, ott tudod, ilyenkor így kell izgulni, hogy megfolyik egymás kezét. És... Ilyenkor ez a dramatikus zene? 2 perc, 30, 75. Igen? Igen. Ennyi. Ja, azt hittem még van büntetés. Nem. Ez már beleszámoltam a büntetést. Jobbak vagyunk, mint valaki. Ez igaz, tényleg itt van egy nagyobb szám. Igen, és hogy szégyenszerűen nem tudom megmondani a pontos időeredményeket így most így. Ugye Novotibi Csikós egyértelműek egy 1.15-tel zártak. Aztán Piskolti Kevin, Ken Zozó egy 1.14-jel zártak. A all time best Szalai Pisti Anfield szintén az 1.05-tel. Nekik eszméletlen hamar összeállt, a szemkész koordinációja a két srácnak újjelzetlen. Hát mert ugye fiatalok, meg ugye egész nap tolják a gépet. Számítóznak. Igen. Számítóznak, ha úgy nem punzt. Úgy én is tudnék, ugye? De nekem egy darab kormányom volt, azt is a gyereknek vettem. Itt volt egy Nigel Stately lakatos lesz, 1.27. Egyébként, szóval, hogy így tisztára, így, ha tudjuk, akkor csalhattunk volna a felkészüléssel. Igen. Nekem nagyon szimpatikus volt, amit Karotó mondott, hogy egy epizódot sem nézett meg. Nyilván. Tőled is jó néven veszem, hogy nem nézel autós műsorokat. Én bármikor szívesen. Az az igazság, bármikor szívesen, hogy nem nézek autós műsorokat. Nyilván a koncepció a korábbi inkarnációjából az megvolt. Igen. És sejtettem, hogy most ennek a továbbbontása ezt, tehát igazából meglepetést ebben az értelemben nem okozott, hogy szét van szedve a feladat, és hogy kb. Fordítva fognak történni a dolgok, de ezzel az van, hogy erre így igazából nem tudsz felkészülni, tehát éjszaka, amíg hideg verejtékben fordulsz egyik oldalra, a másik, hogy úristen, holnap jövök a forgatásra, úristen, ez durva, és próbáltad vizualizálni, hogy majd mindent fordítva, de aztán egyszer csak itt a pillanat nyomása alatt. Az ember összeomlik, nincs ezen mit szégyelni, ez annyira kívülesik a komfortzónádon ez a fajta autóvezetés, hogy nagyon. Az az igazság, hogy én az Anna közelségében 10 éve lényegében szüntelenül elvesztem az eszem, és ezért aztán így csak így megyek a flow-val. Ezt megint nem hiszem el, hogy elhangzott, de jó. Vissza! Bármelyik végtaggal. Akárhonnan is nézzük, örülök, hogy azért inkább jól éreztetek magatokat, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Mi is nagyon szépen köszönjük. Jó poén volt, remélem, hogy nektek sem PTSD lesz belőle. Őszintén köszönöm, hogy lehetővé tettétek a számunkra, hogy úgy törhessünk
autót. Együtt autót, és még... megoszlik a fel, tehát nem tudunk egymásra mutogatni, hogy kinek a hibája. Hát azért, ha megpróbálnak lehetne, betétlapot most... adhatok egymásnak, de eleve nyilván, ha jó felé állt volna az autó eleje, akkor hiába adok gázt, ugye, nem megyünk le az a fárak. Igen, de szerintem valaki, akinek annyi tapasztalata van ilyen területen, mint neked, annak nem kéne így gázt adogatnia. Te sokkal szebben írsz. De ezt aláírni kell, nem? Egy aláírást, igen, egymáshoz közel, és akkor az időeredményt majd oda firkálom alá. Vigyázz, meleg! Mert mi csináltuk meleggé, mi forraltuk fel. Mit írjak? Karakter. Teljesen mindegy, úgyse lesz olvasható. Ne két keresztet légy. Ide rajzolom az ételt. Egy ilyen kézműves árverőben gyertek ide is. Az időt. Azt nem írom. Fölírom. Ja, azt nem írjuk. Persze, akkor az antifeldete. Így van. Nehogy odaírjuk, hogy 056. Igen. Na, ez jó elhatott. Na, mert ő sem rontotta. Ez az autó, te. Két másodpercet megcsinált. Közös balesetünk van, nincs kire haragudni, és nem mi fizetjük a javítást, hogy az Isten lábát fogtuk meg. Igen, azt gondolom, hogy ennél tökéletesebben nem záródhat egy nap. Szóval, köszönjük. Köszönjük szépen még egyszer a lehetőséget. A Gonosz Swift következő adásában a KD csapat.